Játékosok, edzők, sportvezetők, szülők gyűltek össze az Incédiben, hogy a Vármegyei Szövetség rendezvényén elköszönjenek a 2022-23-as idénytől. Ilyen formában korábban nem rendeztek díjátadót, Herczku Márton elnök viszont szeretne hagyományt teremteni a kosarasok közös ünnepéből. Nagyon köszönöm az elnökségnek, hogy ilyen egyöntetően úgy gondolta, hogy egy ilyen rendezvényre szükség van, hiszen a megye kosárlabdájára csak együtt tudunk jól tenni és jól dolgozni, és az, hogy minden egyesület képviselője, minden korosztály képviselője és a szülők is itt vannak, ez nagy öröm számunkra, és bízunk abban, hogy nagyon szép hagyományt tudunk teremteni ezzel a rendezvénnyel. A szövetség 10 kategóriában díjazta az év játékosait. Mellette két úgymond életműdíjat is átadtak. Több évtizedes munkájáért vehetett át elismerést Kovács Tibor. A jelenleg a Nyíksze Szegfűbútor csapatás segítő szakember az utánpótlásban elért sikerek mellett felnőtt szinten eredményes éveket töltött el a nyíregyházi és a nagykálói csapat mellett is. Nagyon sok szép emléke maradt a kezdetektől. Onnan, hogy a nagykálói korányi gimnáziumban megismerkedtem a kosárlabdázás alapjaival, onnan, hogy ami főleg be elindított ezen a pályán, amikor bekerültem a főiskolára, Máté János vezetésével, játékosként mondhatom azt, hogy sok szerepem volt abban, és sok sikerélményebben, inkább pontosabban így, amit elértünk, ott feljutottunk először NB1-be a megye történetébe. Attól az évtől kezdve az U20-as csapatot vittem, Rudi gimnáziumba kerültem tanítani, amihez nagyon nagy köszönet mindenkinek, hogy ott taníthattam és taníthatok jelenleg is, mert egy nagyon jó közösségbe kerültem, és azóta is nagyon sok kosárlabdás diák került előtte is, és a jelen évfolyamokból is ki abból az iskolából. Hajdú Barnabás vezetőként ott volt az élvonalbeli nyíregyházi férfi csapat sikerei mögött, jelenleg pedig Nyírpazonyban dolgozik a sportágért. Nagyon szépen kezdődött, mert akkor nagyon gyorsan jöttek a sikerek, ahogy a Marsóval az NB1-es klubot elkezdtük építeni. Aztán, ahogy teltek, múltak az évek, ugye voltak sikertelenebb éveink is, volt, amikor kiestünk az NB1-ből, volt, hogy egyhuzomba több éven keresztül. Aztán úgy alakult, hogy egy picit távolabb kerültünk, mint NB1-es klubvezetők, és mi szeretjük annyira ezt a sportágat, hogy újra elkezdtünk a gyerekekkel foglalkozni, és újra elkezdtünk építeni egy olyan dolgot, amiből remélhetőleg hosszú távon újra NB1-es játékosok nevelődnek ki. Az év asztal személyzet munkatársa díjat Csizmadia Levente kapta, az év játékvezetője elismerést Makrai Márton érdemelte ki. A lányoknál Farkasinszki Gyuláni, a nyíregyházi kosársuli trénere lett az év edzője. A fiú csapatoknál az akadémiai korosztályban Ferenci Tamás az NKK 5-ös edzője, a 14 év alatti kategóriában pedig Gombkötő Norbert, a Nyíksi edzője bizonyult a legjobbnak.